Szervusztok, köszöntelek benneteket, ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikai politikusi talkshow-ja. A mai vendégem Fürjes Balázs lesz, de mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna, illetve kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Ha pedig így teszel és a patronálunká válsz, akkor nem csak ezt a szerkesztett verziót, hanem a teljes, vágatlan verzióját is megnézheted ennek az interjúnak, illetve a korábbi interjúknak is. Kezdünk! És akkor köszöntöm is a stúdióban Fürjes Balást, az Orbán kormány első tagját a Partizán történetében. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a nézőket is, és megtiszteltetés elsőnek lenni. Remélem, hogy egyikünk se fogja megbánni. Biztos vagyok benne, hogy nem fogjuk megbánni. Mielőtt elkezdenénk, ugye ma... Sokan le akartak beszélni róla, hogy ide jön. Hát azért a Márton nem a kormány nagy támogatójának hírében áll, és azt mondták, hogy ízekre fog szedni, de hát én szerettem a kihívást. Kiváló. Szóval ma január 26-a van, holnap lesz az auschwitzi haláltábor felszabadításának 76. évfordulója, és azt gondoltam, hogy kezdjük az ön családtörténetével, mert lehet, hogy kevesen tudják azt, hogy az ön édesapja egyébként ludovikás tisztként részt vett a magyarországi zsidók megmentésében, illetve a hidakkal kapcsolatos különböző blokkolási tervek végrehajtásában. Ugye az ellenállásnak volt ő a tagja, emiatt egyébként halálra is ítélték, amit azért nem hajtottak végre a statáriális bíróságon, mert szerencsére a véletlenek úgy játszottak össze, hogy az egyik tag nem támogatta az egyhangú ítéletet. Kérem, hogy meséljen az édesapjáról, ön hogy ismerte meg például az ő történetét? Ugye a ludovikás tiszteknek semmiféle összejárása, egyesületi élete nemhogy nem volt támogatott, hanem tiltott volt. Ugye a ludovikás tisztnak lenni az egy bélyeg volt. Még akkor is, hogyha az ember egyébként oda tudott állni a jó ügy mellé, mint ahogy ő is megtette. Ugye 50-ben ki is rúgták a honvédségtől, segédmunkását, alig talált munkát, tehát újra kellett kezdeni az egész életét. Beiratkozott a háború után a jogi egyetemre, mert számított rá, hogy politikailag megbízhatatlanként az ő napjai meg vannak számlálva, csak arra nem számított, hogy azzal a tolvonással, hogy a honvédségtől kirúgják, ugyanazon a tolvonással az államvizsgák előtt, tehát a jogi egyetem legvégén ki lehet rúgni a jogi egyetemről is, és így nem tudott diplomát szerezni. Csak konkrétan elvégezte a teljes egyetemet? Elvégezte a jogi egyetemet, munka mellett. És mondták azt, hogy vége. Igen, ahogy kirúgtam, mondom, ott egy perc alatt összedőlt minden, nem volt könnyű élete, sokat köszönhetünk neki, és aztán mondom, az egy ilyen a 80-as évek végén pedig ugye a föld alól előbújtak a régi ludovikások, akkor még ilyen 60-70 körül voltak, és akkor összejártak, sokszor nálunk találkoztak, és ott emberségről is lehetett tanulni, meg tisztességről, meg hazaszeretetről, meg voltak vidám epizódok. 86-tól 90-ig járt a Német László gimnáziumba, ahol 88-ban belépett a Fideszbe, és egyébként egy gimnazista csoportot is létrehozott. Hogyan került kapcsolatba velük? Hogyan kapott egyetlen hírt arról, hogy van egy ilyen új politikai generáció? Volt anyai ágon is egy ilyen polgári nemzeti indítatása a családnak, és a 80-as években apám el is kezdett hazahoznia, hogy ezek itt fölé lettek szamizdatokat. És akkor azt néha én mondom, hogy én gimnazistaként, 14-15 évesként úgy belelapoztam, elolvastam, és akkor egyszer hazahozott egy olyan szamizdatot, lehet, hogy a beszélőnek volt egy száma, amiben volt egy kis tudósítás, hogy megalakult a Fidesz, leírta, hogy mi az, meg hogy történt a megalakulás, és volt 3 név, a Dajcsé meg a Kőéré biztos volt, egy harmadik is arra nem emlékszem, telefonszámmal, nyilván ezek városi vonalak, akit érdekel, az itt telefonáljon, érdeklődjön, és akkor be lehet lépni. És akkor a gimiben ősszel, szeptemberben megkérdezett egy évfolyamtársam, hogy hallottam-e a Fideszről, és mondtam, hogy igen, olvastam, és nagyon is érdekel, és mondta, hogy ő is tudja, és nem csinálunk egy csoportot. Mondtam, hogy csináljunk a gimibe, fölhívtuk a Fidesz irodát, eljött a Rockenbauer, és akkor ott a gimiben megtartottuk, megszerveztünk 8-10 embert, és akkor ez úgy fölment 20-30 főre, és akkor mi voltunk az angyalföldi Fidesz csoport. Azért a politikai szocializációját mégiscsak a Kádár rendszerben kezdte el, tehát ez a 80-as évekre tehető. Honnan jött az ötlet arra, hogy a szabad politizálásban bármilyen szempontból is részt vegyen, pláne egy olyan családi háttérrel, amiben azért mégiscsak az az alapvető tanulság, hogy az, aki kiáll az elveiért, az egzisztenciát veszt, súlyos retorziókkal néz szembe. Hogyan fogadta egyáltalán a család azt, hogy ő most hirtelen úgy döntött, hogy egy Fidesz nevű szervezetnek lesz majd a gimnáziumi csoportvezetője? Azon gondolkozom egy kicsit más, hogy egyre inkább belemegyünk a beszélgetésbe, hogy az nagy baj lenne, ha tegeződnénk, mert egy kicsit gördülékenyebb. Én vagyok az idősebb. Megengeded, akkor szervusz. Igen, köszönöm szépen. Így talán egy kicsit természetesebb lesz a beszélgetés, még ha kamerák előtt is ülünk. Tehát ez megmondom őszintén, ez soha nem merült föl bennem. Tehát nekem ez magától értetődő természetes dolog volt. Tehát mindig is egy ilyen ugribugri, mozgékony, kicsit önironikusan mondva az igazságbajnoka gyerek voltam, járt a szám, ha kellett, ha nem, közösségi ember voltam. Otthonról meg én azt hoztam, hogy a közösségi ügyekben részt kell venni. Ebben az időszakban, tehát 88-90 között te világnézetileg hova soroltad magad? Az akkori tudásod szerint. Nemzeti szabadelvű, mondom. Ezt valószínűleg akkor sosem mondtam volna. Most, ahogy visszanézem, hogy akkor mit gondoltam, történelmem eseményei, mi érdekelt, milyen könyveket olvastam, ez a nemzeti szabadelvű. Alapítója voltál a Köz-90 ifjúsági szervezetnek, ami kvázi a Fidesz ifjúsági szervezeteként írható le, és emiatt bekerültél a választmányba is, talán legfiatalabb tagként. Milyen élményeid voltak akkoriban a Fidesz választmányáról? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Nyilván, és azt hiszem, hogy meg fogod érteni, te biztos, reméljük, hogy a nézők is, többségük, hogy ez nem szervilizmus, de nyilván a legnagyobb hatással Orbán Viktor volt. Tehát azért a Fidesz az a politikai közösség, ahol nagyon az elején kiderült, hogy itt van egy nagyon meghatározó ember, aki stratégiai gondolkodásban, érvelésben, a politika kitalálásában és megvalósításában utcahosszal veri a többieket. Bocsáss meg, azt mondod, hogy ez nem egy utolagos olvasat, hanem neked akkor is már ezek voltak az első személyes benyomásaid. Tehát ez teljesen egyértelmű volt. Aki régóta van a Fideszben, az annak sokaknak meghatározó élménye, hogy sokszor olyan szituációkban is, amikor elsőre úgy tűnt, hogy mindenki Orbán ellen van, és érvelt, és többségévé tudta formálni az álláspontját, és mindig kiderült, hogy neki volt igaza. Ugye ebben az időszakban a Fidesz őrült népszerű volt a fiatalok körében, tódultak 100 számra a pártba, a párt közelére, és mostanra ugye azt lehet látni, a Fidesznek az egyik legnagyobb kihívása pont az, hogy hogyan tudja magát a 18-25 év közötti korosztály számára vonzóvá tenni. Számos próbálkozásról lehetett olvasni, amelyeknek a megítélése legalábbis vegyes, hanem éppen kudarcos. Mi történhetett szerinted a Fidesz-szel? Most nem ez egy ilyen átfogóbb kérdés, de érdekelne a véleményed, amiatt elvesztette azt a sármját, amivel elindult annak idején, és ami megkerülhetetlen tényezővé tette abban a korosztályban, aminek a figyelméért most hát vért verejtékezik, és nem jár jelentős sikerekkel. Hát ha lehet vitatkozni is, akkor két kérdésben foglalt állítással vitatkoznék. Az egyik, hogy ilyen vért verejtékezve próbálunk valamit, mert szerintem nincsenek ilyen görcsös, erőszakos kísérletek. Most neked vannak gyermekeid, ugye? Nekem 3 gyermekem van. 2 nagy, egy 18 és 20 éves, és egy lassan 8 hónapos. Talán nem veszed túl intim kérdésnek, de van bármelyikük is, aki nézi a Pesti tévét? Tévét nem néznek, ugye ez már az a generáció, aki nem nagyon néz tévét. Jó, akkor miért egy kábel tévén keresztül próbáljátok megszólítani a gyerekeid generációját? Igen, de a Pesti tévéhez mi köze a Fidesznek? Ja, értem. Ha innen indulunk, akkor valóban jogos a vissza. Most az, hogy van jobboldali kormánypárti sajtó, ahogy a világon mindenhol, és van ellenzéki, és hogy a jobboldali egyik internetes portál, ugye a Pesti Srácok beindít egy, ha jól értem, a fiataloknak szóló, inkább fiatalos, könnyedebb tévécsatornát, ez nem a Fidesz próbálkozása. Tehát én vitatkozom. Azt lehet mondani, hogy a Holdudvar megpróbál nyilvánvalóan újabb és újabb szavazórétegeket elérni. Az, hogy a konzervatív hátországban vannak kísérletek, social média, egyebek, hogy hogyan tudjuk a fiatalok számára befogadható platformokon elmondani a konzervatív politikai tartalmat, ez szerintem a világon mindenhol így van. Ez az egyik állítás, amit úgy gondoltam, hogy talán vitatható. A másik pedig az, hogy azért különböző közvéleménykutatások vannak, de nem tudom, hogy az az állítás az... Tehát biztos, hogy a Fidesz az egyik legnépszerűbb párt a mai napig, mondjuk a 18 és 25 éves generációban, és legfeljebb a Momentum népszerűsége mérhető össze. Ebben a generációban egyébként pedig nyilván a Momentum és a Fidesz népszerűsége a teljes népességben az ég és föld a Fidesz javára. Tehát azért Ez ugyanaz a kérdés, mint hogy Budapesten szokták temetni a Fideszt, mikor azért melyik párt tudja elmondani magáról, hogy 40-45% között stabilan van, és ha esetleg jól alakulnak a dolgok, még felette is lehet. Tehát, hogy nézd, mondom, konzervatív pártoknak mindig kihívása az öröklázadó fiatalokkal párbeszédben lenni, szót érteni, ez viszont nem jelenti azt, hogy ne próbáljuk meg. Ezzel kapcsolatban nézzük meg most egy bejátszót. Az Ifjúsági Demokrata Fórum, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió, az IDE, valamint a Baloldali Ifjúsági Társulás és a Középiskolások Szövetsége valamennyi parlamenti pártokhoz kötődő ifjúsági szervezet megalakította a Fiatal Politikusok Egyesületét egy majdani országos ifjúsági tanács létrehozásának szándékával, hogy, mint mondták, amire az öregek képtelenek, azt megvalósítsák, vagyis az érdekek egyeztetését és a világnézetek párbeszédét. Van egyfajta ilyen politikai szocializációs értelme, hogy szokjuk meg egymást, és alakuljon ki korán kapcsolat egymás között, és nagyon fontos, hogy elsősorban a mindenkori kormányzattal szemben az ifjúsági szervezetek tudjanak egységes álláspontot képviselni. Így fogalmaztál akkor a magyar nemzetnek erről az egész kezdeményezésről, nem törvényszerű, hogy meddő vitákat folytassunk, ki a magyarabb, ki az európaibb. Most 2021 Magyarországán a ti politikai közösségetek és a veletek nem szimpatizálók között ezek talán a legkomolyabb törésvonalak. Hogy látod ezt a kérdést? Hogy sikerült innen a nyilatkozatottól 2021-ben idáig eljutni? Azt én nagyon fontosnak tartom, hogy a mai napig, és ugye talán ezzel is kezdtük, hogy sokan akartak lebeszélni, hogy eljöjjek a te adásodba, és te is azt mondtad, hogy az első kormánypárti riportalany, tehát hogy... A kormánypárti volt már, kormánytag még nem. Aha. Hogy, ja igen, mert föl is hívtam a Gajdi Csottót, hogy milyen lesz a Gulyás Marcival beszélgetni, és azt mondta, hogy korrekt, hogy voltak kemény kérdések, de korrekt. Úgyhogy akkor döntöttem el, hogy elfogadom a meghívást. Tehát, hogy az biztos, hogy én a polgári karakteréhez tartozom a Fidesznek, és a polgári városi életnek sava-borsa a lényege a párbeszéd. Ugye Budapest is egy ilyen kávéházi város, tehát szerintem az, hogy szóba álljunk egymással, ennek önmagában is van értéke, de ráadásul én azokat a feladatokat magam mögött tudva, amiket eddig meg kellett oldanom, akár a magánszektorban, akár a közszektorban, akár a személyes életemben, mert azért van 3 gyönyörű gyerekem, de azért 50 éves korára az ember már személyes életében is találkozott nehéz helyzetekkel, kritikus dolgokkal. Tehát, hogy ha visszatekintek, akkor azt látom, hogy ezt a hetemet végignézem, hogy hasznos is a párbeszéd. Tehát, hogy én mindig csak tanultam eddig abból, hogy ha bármilyen ügyet, egy nehéz politikai kérdést, egy nehéz szakmai kérdést, egy nehéz üzleti kérdést, egy nehéz személyes kérdést, több szem többet lát alapon másokkal együtt vagy külön-külön megbeszéltem. Tehát a cégek, bocs, egy kormányt ez a fajta párbeszédre törekvés jellemzi? Én azt akarom mondani, hogy az Orbán kormány nem lehetne, és persze itt akkor elkezdhetünk vitatkozni, hogy sikeres, vagy milyen mérce szerint sikeres. Én azt gondolom, hogy az Orbán kormány nem lehetne sikeres, és jó néhány szegmensben sikeres, és Magyarország sikeresebb, mint mondjuk 10-11 néhány évvel ezelőtt, hogyha nem lett volna képes sokszor a vitákat is vállalva, de végül is mindig az együttműködés mellett tenni le a voksát. Szokták azzal vádolni Orbán Viktort meg az Orbán kormányt, hogy EU ellenes. 100-szor elmondta már, hogy az Európai Unióban van Magyarországnak a helye, csak mi azt az utat követjük, hogy az nem egy szolgalelkű átvételét nyugati mintáknak, meg nagy nyugati tagállamok vezetői mondásának jelenti, és nem csak egy igazodást, meg egy igazodási kényszert, hanem például a Fidesz politikai, vagy Orbán Viktor politikai sikereinek egyik oka, hogy képes volt nagyon erős szövetségbe szervezni a közép-kelet-európai országokat, különösen a B4-et, de már ez sokkal több, mint a B4, és újra meg újra nehéz kérdésekben, most legutóbb ez a jogállamiság költségvetés ügyében, képes volt olyan koalíciókat építeni, ami az együttműködésről szól a koalíció fogalmilag, hogy végül is meg tudta védeni a saját álláspontját. Ugye az együttműködés az kitapintható mondjuk azokkal a befektetői tőkés csoportokkal szemben, akiket az Orbán kormány az elsődleges gazdasági szövetségesének tart. Ezt többször is elmondta maga a miniszterelnök is. Ezzel szemben viszont az látszik, hogy ez a fajta együttműködési attitűd például azokkal a társadalmi szervezetekkel, azokkal a megformálódó szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, érdekvédelmi csoportokkal, akik akár melyik humán ágazatban, oktatás, egészségügy, szociális szféra és így tovább, évek óta próbálnak akár csak tárgyaló asztalhoz kerülni, ott ez az együttműködési hajlam nem kimutatható. Tehát mikor várhatjuk azt, hogy az, amit te elmondtál az előbbiekben, mint hitvallás, politikai krédót, az képes lesz kiterjeszteni az Orbán kormány azokra a hazai magyar csoportokra is, akik nem feltétlenül tőkés érdekekből, nem feltétlenül gazdasági érdekekből, hanem a társadalom jól működése érdekéből mondják azt, hogy ilyen vagy olyan fejlesztéseket, változtatásokat szeretnének a saját szakterületükön látni. Hát az igazság kedvére azért azt mondjuk el, hogy nyilván a kormány nem csak gazdasági szereplőkkel folytat együttműködést, egyeztetéseket, hanem rengeteg társadalmi szereplővel vannak, szociális partnerek is. Azt tudom mondani a kérdésedre, hogy természetesen mindig lehet mindent jobban csinálni. Tehát lehet javítani az együttműködési és... Bocs, akkor megfordítom a kérdést. Hadd fordítsam meg a kérdést. Mit javasolná azoknak a társadalmi szervezeteknek, akik azt élik meg, hogy évek vagy évtized óta nem képesek elérni azt, hogy tárgyalasztalhoz hívják őket? Szerinted az ő részükről van-e szükség bármilyen attitűdváltozásra? Hát nagyon ritkán fekete-fehér a világ, és ritkán van az a helyzet, hogy valaminek az elmaradásáért, és kérdés persze, hogy az szükséges-e meg hasznos lenne, de hogy valaminek az elmaradásáért csak az egyik fél lenne hibáztatható, de én semmiképpen sem szeretnék. Tehát az nagyon rosszul néz neki, ha egy ilyen kormányzati pozícióból politikusként az ember civileknek vagy társadalmi csoportoknak azt mondaná, hogy viselkedj így, viselkedj úgy. Te itt 23 évesen egy olyan népfrontos kezdeményezésnek ültél a közepén, amely kormánypárti és ellenzéki ifjúsági szervezeteket ültetett össze. Ehhez képest most ugye 2020-21-ben azt láttuk, hogy a Covid-válság, ami a rendszerváltás után mindenképpen a legkiterjedtebb egészségügyi, gazdasági, szociális válság együttes, hogy egyszer nem sikerült összehozni azt a magyar kormánynak, hogy a vele akár nem szimpatizáló, de együttműködni kész városvezetőkkel, politikai ellenfelekkel közösen üljön össze, és valamilyen módon a válságkezelésben tegyen akár gesztusokat is feléjük. A te attitűdöd megváltozott-e? Tehát te ezt kívánatosnak tartod, elfogadhatónak tartod, vagy pedig arról van szó, hogy annyira megváltozott a magyarországi politikai klíma, hogy az, ami 94-ben lehetséges volt, az 2021-ben lehetetlen? Nézd, nem akarom megkerülni a kérdésben rejlő kérdéseket, tehát hogy ma a politikára, vagy a pártpolitikai életünkre nem nagyon jellemző az ilyen bipartizán együttműködés. És ezt... Szerinted kívánatos lenne egyébként? Azt hiszem, hogy általában a politikában és a politikusoknak jól jön az, hogy ha több a meghallgatás és az odafigyelés, nem csak egymásra, hanem az emberekre, az újságírókra, az értelmiségiekre. Hiszem azt, hogy amit Jakab apostol is a Szentírásban mondott, hogy legyünk gyorsak a hallásra és késedelmek a szólásra, ezt a politikában is érdemes megfogadni, és ráadásul mondom, én haszonelvű alapon is ezt vallom, tehát hogy én mindig nyertem abból, hogyha hozzám képest másképp gondolkodó, vagy másfajta, öregebb, fiatalabb, más foglalkozású, más világlátású emberekkel leültem, meghallgattam őket, vitatkoztunk, hát nincs demokrácia vita nélkül, tehát a vita az a legdemokratikusabb dolgok egyike. Szerintem a viták azok előre tudják, ha ott jó indulattal és megoldáskereséssel mennek be a vitatkozó felek, és nem személyes gyűlölet vagy valami bújtatott agenda hajtja őket, akkor a viták azok kifejezetten gyümölcsözőek, és előre tudják vinni a megoldások megtalálását, már pedig végső soron a politikusoknak az a dolga, hogy megoldásokat találjanak. Én nagyon örülök annak, hogy ezt mondod, és azt, hogy itt vagy, itt azt is bizonyítja, hogy te magad valóban ennek az attitűdnek... Meg a közfejlesztések tanácsában, a fővárosban is, tehát próbálkozom. Biztos sokszor hibázom. Én nem erre akarom terelni a dolgot, hanem csak azt akarom mondani, hogy amit most így elmondtál, ez az attitűd, az én személyes tapasztalatom, és azt gondolom, hogy a nézőknek egy elég széles körének a tapasztalatai alapján is a te politikai közösségedet nagyon kevéssé jellemzi. Mondok három példát. A magyar miniszterelnök 2010 óta egyszer sem vett részt miniszterelnök jelölti vitában. A ti országgyűlési képviselőjelöltjeitek az általunk szervezett 2018-as választási viták egyikére sem jöttek el, 2019-ben az európai parlamenti választásokon sem. Lehet azt mondani, hogy persze a Partizánban nem akartak eljönni, de például mondjuk 19-ben a főpolgármesteri választáson Tarlós István nem állt ki Karácsony Gergely és a többi főpolgármester jelölttel. Tehát benned lehet, hogy van egy ilyen attitűd a vita iránt, amit szeretnél és kívánatosnak tartanál, de a politikai közösséged láthatóan nem így gondolkodik erről. Nem, én azért itt vitatkozom, és először is mielőtt elfelejtem, most megígérem neked, Marci, hogy a jön most 22-es országgyűlési választás előtt, hogyha elindulok képviselőjelöltként, most erről van szó, akkor állok rendelkezésre majd. Akkor bocsáss meg, itt akkor kijelented világszín előtt, hogyha lesz indulásod, akkor ellenzéki jelölttel, jelöltekkel akár válasz egy közös megmérettetést. Mondjuk azt, mert ugye nem lehet tudni, mi lesz a túloldalon, de hogy a legkomolyabban vehető jelölttel mindenképpen kész vagyok vitázni. Ugye nem lehet tudni, hány jelölt lesz, hogy ki fia borja. Most megkötöttük ezt a dílt akkor. Tehát egyrészt ezt tudom mondani. Másrészt a Tarlósra, azt én nagyon tisztelem a főpolgármestert, a Tarlós István főpolgármestert. Személyesen is talán azt lehet mondani, hogy egy jó viszonyban vagyunk. Tehát semmiképp sem hibáztatnám őt. Ő maga mondja talán azt, hogy... Ezt hibának látja majd. Igen, tehát hogy utólag, ugye, ha jól értem, akkor két dolgot fogalmazott meg interjúban. Az egyik, hogy talán jobban rajta kellett volna lennie a saját kampányán, és hogy jobban átengedte azt másoknak, mint sem az utólag helyesnek tűnik. Azt hiszem, ilyen nyilatkozatai is voltak. És a másik pedig azt mondja, hogy a vitát el kellett volna, most nem biztos, hogy nálatok, de hogy az, hogy nem állt kivitázni, azt hiszem ezt is mondta, hogy utólag. De azért a miniszterelnökről azt talán nem nagyon fölróható neki, hogy komolyan vehető ellenfele eddig nem volt, különben nem aratott volna kétharmados győzelmet. Abban nincsen vita köztünk, hogy a választás legitimál, és nyilvánvalóan ebből a szempontból Orbán Viktornak van egy teljesítmény, ami kényszerítő erejű, de hogy éppen ezért kérdezem, hogy ti részben azért is vettetek részt a rendszerváltozásban, és részben azért is alapítottatok saját demokratikus szervezetet, mert azt szerettétek volna, hogyha nem a politikai szereplők jelölik ki, hogy ők melyik ligába tartoznak, hanem méretesnek meg, és a választók eldöntik. Há, igen, de tudnak a választók dönteni akkor, hogyha egyébként a miniszterelnök jelölt, hiszen minden választásnál akár a regnáló miniszterelnök is miniszterelnök jelölté minősül vissza, nem vállalja a nyilvános számadást a gondolatairól, nem vállalja a számadást azokra a kérdésekre, amit adott esetben az ellenfelé megfogalmaznak vele szemben. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de azért eddig nem volt komolyan vehető ellenfél. Tehát 2010 óta. Most én nem akarok lebecsülni senkit. Ezt miért kell a választás előtt neki eldöntenie? Itt egy vitáról beszélünk. Hát de ugye azt is nehéz lett volna, hogy kivel vitatkozom, mert miniszterelnök jelöltből is volt jó néhány. Komolyan tehetőek, maximum hárman voltak. Én értem, amit mondasz, de azért, ha megnézzük az európai politikát, ugye Amerika az egyetlen hely, ahol nem kérdés, hogy van az elnökjelölteknek vitája. Igen. Mindig két párt van, amióta világ a világ. Azért az európai politikai kultúrában ez nem egy kőbevésett tény. Van egyetlen olyan Európai Uniós tagállamot is, amelyben országgyűlési vagy nemzeti választások esetében nem tartottak miniszterelnök-jelölti vitát, vagy köztársaság-elnöki vitát? Hát nem készültem ilyen kérdésre, de akkor inkább visszakérdezek, hogy szerinted a 27 EU-s tagállamból csak Magyarországon nincs? Azt biztosan állíthatom, hogy a régióban egyébként, amikor a vezető állami, tehát az állami vezető miniszterelnök, köztársaság-elnök, tehát az elnök személyről döntenek, én nem ismerek olyan európai, mondom még egyszer, régiós országot, ahol elmaradt volna ez a fajta vita. Lehet, hogy érdemes a jövőben elgondolkozni rajta, de én pusztán ebből a tényből nem vonnám le azt, hogy a Fidesz egy nem demokratikus elkötelezettségű párt. Az is igaz, hogy a régióban sehol nincs olyan politikai struktúra, amiben van egy eddig, biztos, hogy nem mindig lesz így, de hogy most az elmúlt három választáson ennyire erős, kétharmados legitimitást elnyerő szereplő, és ennyire szétforgácsolt az ellenzék. 90-es évekhez térjünk vissza. Van egy személyes sztori Gyürk Andrással, amit nem tudtunk elhelyezni időben, mikor történhetett. Ugye itt valamilyen közös akciótok történt meg a Kubai nagykövetségen, amikor egy ünnepének nevezett propaganda fogadáson széttrollkodtatok valamilyen szabadságpárti nyilatkozat felolvasásával, és minden magyar vendéget távozásra szólítottatok fel. Ez mikor történt, és pontosan hogyan történt? 98-97. Még a Fidesz kormányra kerülése előtt? Nem vagyok benne biztos, de akkörül vagy kicsivel előtte, vagy kicsivel utána. Mi a sztori? Gondolom a kubai pártközpontban, meg a kubai követségen úgy azonosították, hogy a magyar politikai ifjúsági szervezeteket a diktatúrát legitimáló szándékkal elreptetnek és vendégül látnak két hétig Kubában. Mi meg azt gondoltuk, hogy ez nem jó ötlet. Nem tudom, mennyire van ez meg, azért a Fidesznek van egy erős a kubai átalakulással kapcsolatos szála, támogattunk ott kubai ellenzékieket, voltak a kubai ellenzéknél ilyen nem hivatalos látogatásokon fideszes politikusok régebben is. Tehát van egy élő kapcsolat a kubai ellenzék, egykori ellenzék és a Fidesz között, és azt gondoltuk, hogy ez lehetetlen, és akkor úgy csináltunk, és meg voltunk döbbenve. És akkor kubai követség, ahogy el kell képzelni egy ilyen követségi fogadást. Osztriga, pesgő, én nem tudom micsoda, és meg besétáltunk az Andrással, és úgy csináltunk, jó képet vágtunk az egészhez, és amikor a kubai nagykövet mondott ott egy köszöntőt, akkor félbevágtunk, kipenderültünk oda középre, és felolvastunk egy nyilatkozatot, hogy amit komolyan gondoltunk, tehát nyilván volt ebben egy kalandos rész is, de az, hogy hát embereket ölnek meg Kubában a politikai véleményük vállalása miatt is börtönöznek be, ne szórakozzunk már, hogy mi ezt akarjuk legitimálni, úgyhogy magát demokratikusnak valló magyar ifjúsági szervezet nem élhet ezzel a meghívással, úgyhogy mi a magunk részéről ezt befejeztük, és mindenkit arra szólítunk föl, hogy bojkottálja ezt az ügyet, és jöjjenek utánunk. Nem nagyon volt más választásuk, nem örültek nekik, mert így egy néhány embernek, meg szervezetnek egy ilyen kubai vakációját keresztül húztuk, de nyilván nem lehetett innentől kezdve ebben részt venni, úgyhogy úgy emlékszem, hogy azért mindenki jobb belátásra tért, és kivonultak velünk. Hogy értékeled a tényt, hogy te 98-97 környékén konkrétan a nagykövetség épületében fejezheted ki a politikai tiltakozásodat az általad megvetett rezsim politikájával szemben, egyébként morálisan helyesen. Ekközben 2020-21 Magyarországán már mondjuk az orosz nagykövetség előtt sem tüntethetnek azok, akik hasonlóan ellenzik azt a politikát, ami Putyin Oroszországában zajlik. Nem ismerem a konkrét esetet, de egyébként azzal, amit... Ezzel egyetértesz. De ezzel teljesen egyetértek, tehát az, hogy vélemény, szabadság van, és nyilván nagyon szűk korlátok között, tehát olyan értelemben, hogy nagyon kevés az az eset, ami a vélemény szabadsággal szemben, mint érvel szembe állítható. Nyilván itt a szélsőséges gyűlöletbeszéd az egyetlen olyan dolog, ami elfogadható, hogy ott annak alapján a véleményszabadság korlátozható, egyébként nincs demokrácia véleményszabadság nélkül. És akkor tudsz szolidaritást vállalni azokkal a tüntetőkkel, akik például korábban akár Vladimir Putyin látogatásakor, akár Erdogan elnök látogatásakor egyébként semmi más nem csináltak, csak szerettek volna az elhaladó konvoj útvonalán egy transzparenst fölemelni, tehát semmilyen módon nem veszélyeztették sem a diplomáciai sikerét a találkozónak, sem a testi épségét az éppen aktuális politikai elnököknek. Tehát, hogy tudsz a szolidaritást vállalni azokkal, akiknek ezt a politikai véleménynyilvánítási szabadságát a rendőrség korlátozta. Mondom, ezeket a konkrét eseteket nem ismerem. De nem olvasod ezeket a sajtóban? Hát tudok róla, hogy volt annak idején, de ez nem is ma volt, tehát most tényleg nem vagyok képben, nem hárítani akarom a kérdést. Azt tudom neked mondani, hogy mindenkivel, használva a kifejezést, amit kértél, szolidaritást vállalok, aki nem élhet a demokratikus véleménynyilvánítás jogával. A Karmelita kolostor előtt, amikor mondjuk újságírók kérdést akarnak föltenni a kormányülésre érkező kormánytagoknak, és rendőrök viszik őket arrébb, taszigálják őket arrébb, hogy ne gyakorolják a szakmájukat, azt például helytállónak tartod? Hát az én főnököm a kormányban a Gulyás Gergő, és úgy tudom, hogy ő meg szokott állni, és nyilatkozik annak, aki megkérdezi, ezt minden kormánytag eldöntheti. Én mondom, általában annak vagyok a híve, ezért is vagyok itt, hogy álljunk egymással szóba, kritikus kérdésekre próbáljunk őszinte egyenes választ adni. Szerintem nem volt egy-két rendszerváltás óta olyan kormányzati szereplő, akinek ilyen sok létesítmény kötődött volna a nevéhez. Most mondanék néhányat csak azért, hogy a nézőket képbe hozzuk. A Ludovika felújítása, a Grupama Arena, Vizes VB, ugye Duna Arena mostanában, a Mome Campus, Puskás stadion, Gülbaba türbéje, vidéken ugye ott van a DVTK stadion is, és akkor még nem is soroltam föl mindent. Sorsokháza, ami sajnos Sorsokháza. Nem tud megnyílni, de mint városépítészeti fejlesztés vagy tett, javaslom mindenkinek, nézze meg, büszkék lehetünk rá. Van egy összetett kérdés, körülbelül szeretném, hogyha komolyan tudnánk beszélni, mert szerintem nyilván a nézőket is nagyon érdekli, meg szerintem a közállapotaink szempontjából is van egy kiemelt jelentősége. Ugye a rendszerváltás óta a különböző nagy beruházások, állami önkormányzati nagy beruházások mindig is a korrupció megágyai voltak. Tehát kormánytól függetlenül akár autóútépítésről, akár létesítményberuházásról, stb. Volt szó, mélyépítés, magasépítés lényegtelen. Előbb vagy utóbb mindig kiderült az, hogy felülárazás van, hogy egész egyszerűen az a műszaki tartalom, ami elfogadásra került, nem úgy valósult meg, mint amit egyébként megszavazott adott esetben, vagy elhatározott a döntéshozó. Tehát gyakorlatilag a közvélemény szemében minden ilyen önkormányzati állami tevékenység az nagyon erőteljesen ki van téve annak a kockázatnak, hogy na ez biztos, hogy valamikinek a személyes gazdagodását, pártfinanszírozási kérdéseket és így tovább fog majd szolgálni. Ki tudod-e jelenteni itt most a stúdióban, hogy azok a nagy projektek, amiket te vezettél, ott a korrupciós kockázat megszüntetéséért te mindent megtettél, ami lehetőségedben állt? Hát ennél talán többet is ki tudok jelenteni, és természetesen ember vagyok és tévedhetek, de a legjobb tudomásom szerint semmilyen korrupciós, többnyire kísérlet sem volt, de hogy korrupció nem volt, én ezt tudom kijelenteni. Kormánya megint csak nem nagy barátságot ápoló Szili Laci a 444-ből írta le egyszer, amikor egy ilyen hasonlóan egy ilyen összefogó cikket, írást között rólam, hogy és az egyik kevés Fidesz politikusok egyike, akivel a korrupció, akivel kapcsolatban föl sem merül, és remélem, hogy ez mindig is így lesz, nem vesztem el a józan eszemet. Értesz ezzel az értékítélettel, hogy kevesek közé tartozol ezzel a Fideszben? Igen, csak ez nem jelenti azt, hogy korruptak lennének azok, akikkel kapcsolatban pedig a sajtóban ez fölmerül. Sok más funkciód mellett voltál te az olimpiai pályázat kormányzati felelőse is. Ugye ez egy olyan olimpiai pályázat, amit végül visszamondta a kormány a népszavazási aláírásgyűjtés sikere nyomán. Erről talán még sehol sem esett szó, hogy a Momentum, meg az, ami ott történt, az nem a 24-es budapesti olimpiai pályázatot akadályozta meg, hanem azt hiúsította meg, hogy 2032-ben nagyon sok fölkészülési idővel egészen biztosan olimpiát rendezzen Budapest és Magyarország. Itt most egy pillanat meg, tehát te azt mondod, hogy igazából már tervezetten is a 24-es pályázat, az egy előkészítés lett volna egy későbbi átlag 32-re prognosztizált sikerhez? Nem, nem ezt mondom, Marci, de értem, hogy ebből, amit elmondtam, abból ezt a következtetést vonod le. Nem. Az IOC, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal találkozott 2015 környékén, amikor ez a pályázat elindult, hogy az rendben van, hogy van itt egy Hamburg, meg van itt egy Róma, meg van itt egy Budapest, de egyszerre pályázik egy olimpiára a két legnagyobb olimpiai nemzet, az amerikaiak, meg a franciák. Ugye Franciaország, Coubertin-Barrot kétszer volt már Párizsban olimpia, rég rendeztek olimpiát, centenáriumra készültek, és ugyanakkor Amerika is rástartolt a 24-es olimpiára, aki pedig a legnagyobb gazdasági erejét, forrását nyújtja a szponzorszerződéseken keresztül, NBC-s tévéstársaságnak a szerződése, ezek a legstabilabb bevételei az olimpiai mozgalomnak. És abban a helyzetben látta magát az IOC, hogy nem haraphatom meg egyik ujjamat sem. Tehát most egy olyan helyzet lesz, hogy Párizsnak meg Los Angelesnek is olimpiával kell hazamennie, és egyszerre kell kettőt elosztanunk. És szépen lassan hullottak el a többiek. Először Hamburg szállt ki, aztán Róma, mi pedig jöttünk föl, mint borban a gyöngy, és egyre komolyabban vettek minket, és az látszott, hogy ez egy komoly dolog, és én azt állítom, bizonyítani nem tudom neked, de elég sokat tudtam akkor a nemzetközi kavarásokról, hogy ha Magyarország csak annyit elér, hogy egy vállalható, hiteles pályázattal a startvonalomban, amikor döntenek, ugye 17 februárban lett visszavonva az olimpia, és 17 szeptemberében született a döntés. Ha mi ott vagyunk Limában, akkor nem lehet megcsinálni azt, hogy az egyetlen új helyszín, az egyetlen ilyen Agenda 2020, ha még ez mond neked ez valamit, hogy akkor volt egy kezdeményezés, hogy közepes méretű világvárosok is rendezhessenek, és ne a leggazdagabbak, a legnagyobbak a kiváltsága legyen, akkor nem az történt volna, hogy 24-et és 28-at megkapja Párizs és Los Angeles, és diplomáciailag világbotrány lett volna, ha Budapest üres kézzel jön haza, ezért vagy megkapjuk 24-28-ba, de én azt valószínűsítem, erre voltak is nem garanciák, de jelzések, hogy oké, Budapest, akkor ha ott vagytok, akkor 3-at osztunk el, és 32, és én azt gondoltam, hogy ez egy fantasztikus dolog lett volna, mert nem tudom hány év lett volna arra, hogy fölkészüljünk, semmi rohanás, szép, nyugodtan, nem erőltetett menetben. Demokratikus döntés volt-e megfosztani a budapesti lakosságot arról, hogy véleményt nyilváníthasson a pályázat ügyében, de ez tényleg csak egy eldöntendő kérdés, kérlek, hogy úgy válaszolj rá. Igen, az egyetlen helyes döntés született. Csak azért, mert megvonult mögötte a politikai egység. Ha ezzel a Ugye onnantól kezdve világos volt, hogy ez a politikai, egy éles politikai konfliktus tárgya, sőt az ellenzék számára, ha ez ment volna tovább. Mit eldöntetnek utána a lakosok? Ha igen, akarnak, igen, akkor lesz. Legjobb esetben is, most én olimpiapárti szemszögből mondom, legjobb esetben is egy szűk többséggel nyer az olimpia. Ha úgy érkezünk meg Limába, hogy azt látja az IOC, hogy ha egy szűk többséggel is, de nyertünk egy népszavazást, de ez élesen megosztja a politikát, és pontosan tudja, hogy 24-ig is, de 32-ig meg biztos, hogy itt azért kormányok jönnek és mennek, nem kaptunk volna olimpiát. Tehát az egyik legfontosabb, és ezzel magam részéről lezárom, hogyha, de ha van kérdésed, akkor nagyon szívesen, hogy a egyik legfontosabb tanulság, hogy legközelebb ezt csak egy megfelelő időben megtartott népszavazás alapján lehet egyáltalán megkísérelni, nekifogni. Tehát azt mondod, hogy ha bármikor előkerül újra az olimpia ötlete, te azt tartanád kívánatosnak, hogy minden politikai döntés előtt lenne róla ügydöntő népszavazás? Mielőtt Magyarország aláírja azt a szerződést, hogy itt olimpiát rendezünk, még ha a csillagok olyan kedvezően állnának is, hogy ez a lehetőség adott, akkor szerintem meg kell kérdezni az embereket. 2019 vége óta a BFK-nak vagy a vezetője, ez az a miniszterelnökségnek egy intézménye, ami ugye az önkormányzati választások, a helyhatósági választások után jött létre. Ugye hozzátok tényleg 100 milliárdok, 1000 milliárdok kerültek kiosztásra, nagyon ambiciózus tervek fogalmazottak meg az agglomerációs közösségnek, vagy közlekedésnek a fejlesztésével kapcsolatban. Ehhez képest meg azt lehet látni, hogy a városon belüli közlekedés egészen kritikus állapotba kezd kerülni, részben a finanszírozhatatlanság miatt, részben a kormányzati plusz támogatások elmaradása miatt, tehát a főváros nem számolhat olyan pénzekkel, amikkel ti számolhattok például az elővárosi közlekedés fejlesztése kapcsán. Te magad több konferencia beszélgetésben és interjúban is utaltál arra, és most is egyébként ezt megerősítetted, hogy rendkívül fontosnak tartod azt, hogy a budapesti közösség maga dönthessen és formálhasson véleményt a sorsáról, alakíthassa a közös életterének, területének az alakulását. Ebből a szempontból nem megy szembe a BFK működése azzal, hogy 19. októberében hozott egy döntés Budapest város lakossága, Karácsony Gergelyt választották meg polgármesternek. Miért van szükség arra, hogy ti közvetítőként megjelenjetek, és ti szervezzétek ezeket a feladatokat? Miért nem lehet ezeket a forrásokat közvetlenül a városháza számára biztosítani? Elég összetett kérdés, de szívesen végigbeszélem, hogy van egy állítás, amit talán te is megfogalmaztál, és én nem értek vele egyet. Tehát nincs sanyargatása. A fővárosi önkormányzat nem vonja el tőle a forrásokat a kormányzat, sőt bizonyos tekintetben még jobb anyagi helyzetben is van, vagy hozza, mint korábban. Igazságtalan, bántó döntések nem születnek. Ezt szívesen végigveszem tételesen, itt ez egyfajta számháború, de nem értek ezzel egyet. Viszont van valami, amit pedig 150 éves, azt nem sokára Budapest, amit viszont megint csak azt gondolom, hogy ebben a 150 évben valójában a kormányzat mindig több erőforrással rendelkezett, és több erőforrást költött el Budapesten, mint amennyit a mindenkori városháza el tudott költeni, de ez jól van így, támogatnia kell Budapestet, de nem gyámkodhat Budapest felett, és mi ennek jegyében igyekszünk cselekedni. A G7 írta meg azt, hogy a kormány decemberi bejelentésében, hogy azt mondta, hogy nincsenek elvonások, ők meg arról írnak, hogy a fővárosi önkormányzat a bevételeiknek közel az ötödét, 18%-ot vesztett el, és erről még rá az is egyébként, hogy a turizmus elmaradása miatti pluszbevételekkel sem számolhat a város. Milyen demokratikus megfontolás támasztja alá azt, hogy a városházától vonnak el forrásokat a központi kormányzat által, bocsáss meg, hadd fejezem be, akiket demokratikusan megválasztottak, miközben a BFK-t, akit senki nem választott meg soha, 100 és 1000 milliárdokkal látnak el azért, hogy különböző feladatokat lásson el, ami mögött nincsen demokratikus felhatalmazás. Hát most először mondom azt, hogy ügyes a megfogalmazás. Természetesen először is csak két dolog nem stimmel. A BFK-ban nincsenek 100 és 1000 milliárdok. A másik kérdés, ami nem stimmel, az a demokratikus legitimáció. Tehát itt Budapesten az történt 2019 őszén, hogy a választók szabad akaratukból, a budapestiek létrehoztak egy politikai társbérletet. Szabadon választott, demokratikus legitimációval bíró jobboldali kormány mellé választottak egy baloldali városvezetést. Költségvetési döntések pedig az országgyűlésben születnek, tehát demokratikus legitimációval bíró testületek hoznak döntéseket. A BFK-nak sem lehetősége, sem egyébként ilyen szándéka nincs, hogy bárhonnan forrásokat ide-oda rakjon. Ez világos, de kívánatos az, ugye Orbán Viktor demokratikus legitimációja a kormánynak, és a fővárosnak van. Értem, de maga Orbán Viktor mindig azt mondja, hogy a szubszidiaritás elvét kell követni, ugye ezt ő maga például az Európai Unióval szembeni harcai közben folyamatosan el szokta mondani. Ugye ez azt mondja, hogy lehetőség szerint minél közelebb hozódjanak meg azok a döntések, amik érintik az ott élőket. Ebből a szempontból kívánatos-e az demokratikus szempontból, hogy a kormányzati akarat megkerülje vagy felülírja a budapesti választópolgárok akaratát? De nincs ilyen, nem, eszünk ágába sincs felülírni, sőt, ugye amikor megvolt az önkormányzati választás, akkor talán a választás éjszakáján Orbán Viktor 3-4 dolgot mondott el. Az egyik az volt, hogy gratulál és jó munkát kíván az újonnan megválasztott polgármestereknek, városvezetőknek. A másik, hogy minden megállapodást, amit Tarlós Istvánnal kötöttünk, az természetesen Karácsony Gergely felé is érvényesnek tartjuk, és nincs ilyen diszkrimináció, hogy csak azért, mert nem a mi jelöltünk futott be, fölrugnánk korábbi egyességeket, és a harmadik dolog, amiben ugye azt hiszem a Liget a legeklatánsabb példa erre, tartjuk magunkat hozzá, hogy nem valósítunk meg egyetlen egy budapesti fejlesztést sem, amit az éppen aktuális városvezetés nem támogat. Igen. Ezt tartjátok? Igen. Tehát akkor nem lesz nemzeti galéria. Tartjuk magunkat addig, amíg nincs ennek Budapesten egyértelmű kifejezett támogatása, addig nem fogjuk megépíteni. Azt a monstrumot, ami biodómként híresült el a Városliget, szerintem felteszem, hogy te is láttad már több alkalommal. Nehéz nem észrevenni. Nehéz nem észrevenni. Egy igen eklatáns példája annak, hogy ez a projekt milyen súlyos tervezetlenséggel, milyen kirívó menedzsmenti kapacitások hiánya mellett zajlott, zajlik jelenleg is. Szinte mi lehetne a biodómnak a megnyugtató lezárása egy pandémia közepén, amikor minden egyes forintnak helye van, és nyilvánvalóan újabb milliárdokat ebbe a monstrumba beleölni, hát legalábbis kirívó felelőtlenség vágyát okkal veteti fel a lakosság szemében. Az a nehéz dilemma itt, hogy igazad van, hogy úgy tűnik, hogy ez félrement ez a dolog. Én azon a véleményem vagyok, hogy ezt be kéne fejezni, ezért amikor azt mondom, hogy tettünk egy javaslatot a fővárosi önkormányzatnak, hogy jelentős budapesti városfejlesztéseket átvállalunk, és teljes egészében a pénzt is mögé rakja a kormány, a Biodóm volt az egyik ilyen, azt a javaslatot tettük a fővárosnak, hogy az állam vállalja az építkezés befejező költségeit, még akkor is, hogyha az több, mint amit eredetileg kért erre a főváros. Csak azt kértük, hogy a növényeket meg az állatokat, ami egy olyan speciális tudást, ismeretet indokol, hogy azt az állatkert vásárolja meg, népesítse be növényekkel és állatokkal, de minden, ami az épület befejezéséhez szükséges, azt mi vállaljuk, várjuk a főváros válaszát. Ugye a Budapesti Fejlesztési Központ az alapvetően nem csak beruházásokkal foglalkozik, vagy nem csak ilyen nagy közlekedési vagy presztízs beruházásoknak a létesítésével, viszont van valami, amivel nem foglalkozik, és ez nagyon érdekel, hogy mit gondolsz erről. Van egy olyan állapot Budapesten, ami egyként érinti lakosoknak a százezreit, talán millióit is, hogy nevezetesen van egy lakhatási válság, amit a kormányzat és az önkormányzat nagyjából semmilyen érdemi eszközzel nem tud, avagy nem akar kezelni. Ez összefügg nagyon sok minden mással is, ugyebár te magad is azt többször elmondtad, hogy azt tartanád kívánatosnak, hogyha magasabb lenne a beépítettség a városban, ezáltal sokkal kisebb lenne egyébként a beáramló tömeg, ez nyilvánvalóan elősegíteni azt is, hogy zöldebb legyen a város, hogy ne legyen olyan dugókkal terhelve az összes fontosabb csomópont, és így tovább. Tehát hosszan tartó előnyei lennének ennek. Ehhez képest a Budapesti Fejlesztési Központ portfóliójában lakhatási programról nem találtunk semmilyen információt. Miért nem foglalkoztok ezzel az aspektussal? Ez egy adósság, ha úgy tetszik, egyetértek. Egyszerre az összes kihívás megoldásához nem lehet hozzáfogni, vagy nincs arra energia, erő. Beszéljünk egy-két szót a lakhatásról. Azért, ha valaki megnézi a budapesti lakásárak, tehát ha te tulajdonba akarsz vásárolni egy lakást, a vételáraknak a növekedését, meg a lakásbérlés költségének a növekedését, akkor az elmúlt 7-8 évben elképesztően fölmentek a budapesti árak, tehát sokkal nagyobb mértékben nőttek, mint a lakosság jövedelme, és ez nem jó, mert ennek van egy kiszorító hatása. Engednek, hogy ide beszúrjak valamit, ugye a lakások ára a világ 150 nagyvárosa közül 2018 és 2019 első negyedéve között Budapesten emelkedett a legnagyobb mértékben, 19 és 20 első negyedéve között pedig a második legnagyobb mértékben. Ehhez képest lehet látni azt, hogy nincsen érdemi kormányzati akarat arra, hogy központi eszközökkel megpróbálják valamilyen módon enyhíteni ezt a kirívó válságot. Ez talán egy... Értem, amit mondasz, de talán ez egy kicsit erős kifejezés. Ugye két dolog történik, és én azt alá tudom írni, hogy ennél többre is szükség lehet, hogy egyrészt újra lement 5%-ra az újépítésű lakásoknak az áfája, ami reméljük, hogy egy kedvezőbb lakásárakat eredményez, és nyilván ennek van egy továbbgyűrűző hatása. Ha új lakások... Idézhetem Matolcsi Györgyöt? Hát... Csak hát gondoltam, mégis egy olyan autoritás. Ők mondták azt, a Magyar Nemzeti Bank elemzéséből terül ki, hogy a csökkentett 5%-os áfa csak kisebb részben jut otthonteremtő családokhoz. Nagyjából 60%-a az így szerzett kedvezménynek ingatlanpiaci szereplőknél landol. Hát Matolcsi György is tévedhet, tehát remélem, hogy ebben tévedni fog ebben az állításában, de csináltuk ezt, 5% a lakásáfa, és ugye folyamatban van az a rozsdaövezeti program, ahol ha kijelöljük az önkormányzatokkal közösen a városokban a rozsdaövezeteket, ott pedig visszatérítéssel 0% lenne az áfa, tehát még nagyobb kedvezmény illetné meg azokat, akik ott vásárolnak lakásokat. Ezt nem nullázta le Varga Mihály pont az áfacsökkentési kezdeményezésével? Nem. Ennek az esetleges szívó hatását? Hát nem, mert azért még az egy... Nézzünk egy 50-70 négyzetméteres, egy 4-fős, 5-fős család által lakott lakást, azért még annak mindig 20-30-40 millió forint lesz a vételára. Ott azért, hogy 5% áfát kell fizetni, vagy 5%-ot sem és nulla áfa, az azért még mindig több százezer, több millió forint, tehát azért azt gondolom, hogy ennek lesz ösztönző hatása. Meg kell várnunk a pandémia végét, és meg kell nézni, hogy lakhatásügyben mit lehet, mit kell csinálni. Tehát azzal, hogy itt van kihívás és van feladat, ezzel egyet tudok érteni. És azzal is, ami talán egy kicsit benne volt a kérdésben, hogy ugye ez okoz egy van egy olyan hatása is, hogy ha Budapesten drágul a lakhatás, akkor kimennek az agglomerációba azok, akik egyébként szívesebben laknának Budapesten, a munkájuk meg a tanulásuk ide köti őket, tehát rögtön bevállalnak egy naponta több órás utazást, annak minden környezet terhelésével és költségével, és jellemzően olyan helyre mennek, ahol olyan létszámban, olyan kapacitással közszolgáltatások, óvoda, bölcsöde, iskola, egészségügyi ellátás nincs, miközben itt pedig itt hagyják a létező infrastruktúrát. Tehát ez egy rossz irányú folyamat, hogy ezzel van feladat, az biztos, és ez részben ez okozza azt a másik kihívást, ami egy közlekedési kihívás, számtalan hatása van, még nem pusztán közlekedési kérdésnek tekintem, hogy ma szerintem a budapesti közlekedés fő problémája az, hogy békeidőben, munkaidőben, naponta, munkanapokon 1 millióan jönnek autóval Budapestre, mert nem elég versenyképes a közösségi közlekedés, és szerintem nekünk azt kell elérnünk, hogy ez az 1 milliós szám, ez csökkenjen legalább 1/3-ával. Tehát biztos, hogy az első számú feladat a közösségi közlekedés fejlesztése. A második, le kell folytatnunk a vitákat, de én ki fogok tartani, hogy igenis a külső körúti elemek, harántirányú utaknak a megépítése és a hiányzó északi és déli peremhíd, tehát az Aquincumi híd és a Galvani híd, ami közvetlen kapcsolatot teremt külső városrészek között, és a belváros tehermentesítését, forgalomcsillapítását segíti, és a harmadik dolog, ami nagyon hiányzik, ez egy régi feladat, nehéz, és visszamehetnénk, hogy lettek privatizálva sok-sok évvel ezelőtt MÁV meg BKV területek, hogy a nagy külső közlekedési csomópontokban, teljes Budapest tekintetében, meg elővárosok tekintetében P+R parkolókapacitások növelése, hogy a módváltás, az eszközváltás, hogy egy ideig bejön autóval, de ott tudja hagyni biztonságosan az ember, és egy versenyképes közösségi közlekedésre átszállva már ne autóval jöjjön be a városmagba. Mindaz, amit mondtál, az ugye nem hat az ellen, hogy az emberek továbbra is kiköltöznek az agglomerációba, és a város csak mint munkahelyi vagy szabadidős tevékenység eltöltésére alkalmas területet használják. Miért nem indít a kormányzat ezekből az 1000 milliárdokból, hogy ezekkel megfelelő nagyságrendben olyan lakhatási programot, ami növelné a szociális bérlakásszektort, akár úgy, ahogy azt az első Orbán kormány megtette, hiszen ugye az a rendszerváltás utáni legnagyobb ilyen hatással rendelkező időszaka volt a Magyar Köztársaságnak. Miért nem a bérlakásszektor fejlesztésében mennek be ezek a pénzek? Miért ezekbe a projektekbe inkább, mint amiket az előbb megfogalmaztál? Hát a mindenféle kutatások, társadalomtudományi intézetek, meg a KSH-nak a kutatásai azért azt egyértelműen mutatják, hogy a magyaroknak a prioritása az a lakástulajdon. Tehát, hogy a kormány valóban elsősorban a tulajdonhoz jutás, illetve a jövedelmi helyzet javulását segíti. Lásd most azt, hogyha a 18 és 25 év közötti korosztályok teljes személyi jövedelemadó mentességet kapnak, az nyilván azt jelenti, hogy a jövedelmük nagyobb részét költhetik például lakhatásra is. Tehát én azért azt, hogy semmi nem történik, azt nem tudnám elfogadni. Másként kérdezem, te kívánatosnak tartanád-e, hogy az elővárosi közlekedésben látható állami szerepvállalás mértékének megfelelő mértékben lakhatási szektor, a lakhatás erősítése vagy segítése szempontjából fontos beruházásokban is ilyen szerepvállalást tanúsítson a magyar kormány? A szociális típusú bérlakásfejlesztés, azt szerintem jó van, hogy az önkormányzat feladata, és azért annak... Az megy Magyarországon állami szerepvállalás nélkül? Én nem hiszem, hogy tehát én abban hiszek, hogy nem a szociális alapon kell, szociális bérlakások építését kell segíteni, hanem olyan gazdaságpolitikát, olyan jövedelemtámogató eszközöket kell folytatni, bevetni, ami lehetővé teszi a legtöbb embernek, hogy szabad döntéséből nem szociális alapon, hanem a saját munkájának a gyümölcseként béreljen vagy vásároljon lakást. 2015-ben konferencián úgy fogalmaztál, 2015-ben. A városvezetők legfontosabb küldetése az, hogy Budapestet élhetővé, szerethetővé tegyék a helyiek számára, akik prioritást kell, hogy élvezzenek a turistákkal és a külföldi kritikusokkal szemben. Te a magyar kormány tagjaként, kormánybiztosként, államtitkárként mit tettél azért, hogy Budapest ne csak a leggazdagabbak, a külföldi turisták, élsportolók, építőipari cégek, tehát a felső középosztálybeli elit, hanem a hétköznapi városhasználók, nyugdíjasok, diákok, kiskeresetőek számára is rendelkezzen ezekkel az ismérvekkel, amikről 2015-ben beszéltél? Ezt az egyik legfontosabb kérdésnek tartom, tehát itt tényleg beszéltünk nagyon nagy ügyekről is. Szerintem az rendkívül fontos, hogy akik a várossal foglalkoznak, kormányzat, önkormányzat, azok igyekezzenek jó gazdái lenni, jó sáfárai a városnak, és mindig is a hétköznapi ügyek iránti alázattal és tisztelettel végezik a munkájukat. Azt tudom neked mondani, hogy azért abszolút ilyen típusú fejlesztés minden, ami a közösségi közlekedést erősíti. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy Budapest nem csak a belvárosból áll, és Budapest minden városrésze, minden kerülete, minden polgára egyenrangú, és a külső kerületekben élőket is megilletik a jó életkörülmények. És még egy konkrét válasz a kérdésedre, hogy talán egy kicsi szalmaszál, vagy két kicsi szalmaszál az is volt, hogy újra a budapestiek birtokába adtuk az Orci kertet. Ott tényleg, ahogy fogalmazták, kicsik és nagyok, idősek ücsörögnek a padokon, beszélgetnek, a fiatalabbak sportolnak, van, akik csak piknikeznek a gyepen, tehát az egy jól sikerült közösségi fejlesztés. Hadd tegyem fel másként a kérdést. Ugye most épül ez a diákfalu, ami egy nagyon fontos és kiemelt projektje lesz majd a ti intézményeteknek is, együttműködésben Ferencvárossal, maga Baranyi Krisztin is egyébként a projekt mellé állt végül. Itt például mondjuk olyan apartmanoknak a megépítésére vállalkoztok, ami a mesterterv alapján nagyjából ilyen 120 000 forint havi bérleti keretösszeget határoz meg, ami nyilvánvalóan csak a magasabb jövedelmű diákok, külföldi diákok számára lesz majd megfizethető. Fogjátok ezt tartani, vagy fogtok beépíteni olyan szociális elemeket, ami a sokkal kisebb vásárlóerővel rendelkező diákok számára is megfizethetővé teszi majd ezeknek az apartmanoknak a használatát? Lesz olyan, aki térítéssel vesz részt és fizetőképes külföldi diák, akinek ennyi lesz, és lesznek olyan helységek a magyar diákok, térítésmentes képzésben résztvevő magyar diákok részére, ami meg ennél jóval alacsonyabb lesz. Egy arányszámot csak tudnám mondani a nézőknek, hogy el tudják képzelni, hogy a teljes apartman együttesek mondjuk hány százaléka fog térítésmentesen rendelkezésre állni a diákoknak? Ugye nincs ma sem térítésmentes kollégium. Akkor szociális alapon, így mondom inkább. Hát ma egy méltányos alapon a 120 000-es, mai 120 000 forintnál jóval kisebb mértékben. Ez biztos, hogy a fele kétharmada körül lesz, ami ez a kedvezőbb a magyar térítésmentes képzésben résztvevő hallgatók rendelkezésére fog állni. Balázs, nagyon túlnyúltunk az időnkön. Kérlek, tudd be ezt annak, hogy nagyon ritka fenomén egy kormányzati szereplő a mi stúdiónkban, és ezt a lelkesedésnek tudd be, hogy nagyon sok kérdésünk van hozzád. Egyetlen kérdésem, amit muszáj sajnos még föltenem, és elnézést, hogy visszaélek az időddel, de ez nagyon fontos. Nekem személyesen is nagyon fontos, és ezzel szeretném zárni a beszélgetést. És kérlek, hogy hidd el, hogy semmifajta támadás vagy semmifajta számonkérés nincs benne. Én tényleg szeretném, hogyha erről a dilemmáról néhány gondolatot meg tudnál osztani velem. A Szájer József ügyével kapcsolatban láttuk, amit láttunk, hallottunk, amit hallottunk. Most már talán vagyunk olyan távolságra tőle, hogy lehet róla beszélni egy picit elvonatkoztatva a napi párt aktualitásoktól. A te megítélésed szerint elkövetkezhet-e az a pillanat a magyar politikai jobboldal életében, amikor valaki, aki prominens tagja ennek a közösségnek, pusztán csak a szexuális orientációja miatt nem kényszerülhet olyasfajta kettős életvitelre, amire, és valószínűleg ez a tragédiája az ügynek, Szárja József évtizedeken keresztül rákényszerült. El tudod képzelni, hogy a magyarországi politikai jobboldal is eljut oda, hogy a nem heteroszexuális orientáció nem jelent bélyeget a közösségen belül. Azt nagyon, tehát, nagyon röviden azt tudom neked erre válaszolni, hogy ez most is úgy van, ahogy szeretnéd, hogy legyen. És én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a szexuális orientációja az egy politikai közösségen belül senkinek se előnyt, se hátrányt ne jelentsen, és egyáltalán politikai döntéseknek ne legyen a tárgya. Tehát azt gondolod, hogy ma egy fideszes tag, képviselő, bármilyen szereplője a közösségeteknek retorziók nélkül bátran fölvállalhatja a nem heteroszexuális orientációját? Igen, ez mindenkinek a szabad személyi döntése. Retorziók nélkül? Hát természetesen, tehát nincs se ahhoz, hogy valaki, van rengeteg elvált ember, van családos ember, vannak, nem szeretem ezt a kifejezést, szinglik, tehát egyedülállók, ez egyszerűen nem képezi a politikai diskurzus tárgyát. Fürjes Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk a stúdióba, és köszönöm, hogy ilyen hosszan rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Vidd a jó hírünket, ha tudod, és kérlek, hogy motiválj esetleg más embereket is a közösségetekből, hogy bátran jöjjenek el hozzánk. Fontosnak tartom a párbeszédet, úgyhogy rajta leszek. Ez volt a beszélgetésünk Fürjes Balázssal, ezt a szerkesztett verziót egyébként egy teljes egész verzió is kiegészíti, tehát meg tudod nézni magát a vágatlan beszélgetést is, hogyha becsatlakozol a patronáló közösségünkbe. Ehhez a linket megtalálod a leírásban, de ha anyagi lehetőséged ezt nem teszik lehetővé, akkor pedig a podcast platformjainkon hangban, korlátozás nélkül meghallgathatod ingyen. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezésére, illetve a komment szekcióban várjuk a visszajelzésed, vagy ha van kérdésed, akkor azt. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a neve, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.